Így vonult a lakodalmas menet a 10. székely találkozón, amelyet Kakasdon rendeztek meg. Az eseményt az Andrásfalvi lakodalmak szokásai szerint bonyolították le, felidézve a népszokásokat és természetesen viselve a hagyományos ruhákat. Ezelőtt 20 évvel kezdődött ez az egész érden. Minden második évben van székely találkozó, mert minden második évben van Bukovina Fesztivál, tehát az egész más. A székely találkozó csak arról szól, hogy a Kárpát-medencében élő bukovinai székelyek találkozása. Na most a bukovinai székelyek azok a székelyek, akik Mádéfalva veszedelem alatt kikerültek Bukovinába, és akkor onnan a Szélrozsa minden irányába szét voltak telepítve, és ezek mindig találkoznak minden második évben. Ezért vagyunk itt most ma 800-an ilyenek. Nagyon sajnálom, hogy Erdélyből nem tudtak jönni, de Aldunáról, vagyis Jugoszlávia, Vajdaságból jött 4 csoport. Innen Magyarországról, Somberekről, egészen Érdig, mindenhol, ahol bukovinai székely él és mozog, az itt megjelent máma, ami nagy örömünkre. Andrásfalvi lakodalmas mutattunk be, azért szerettük volna Andrásfalvi lakodalmast, mert ennek ez az egész menete olyan volt az egész napunk, mint egy lakodalmas. Tehát kikértek a menyasszonyt, a vőlegényt, utána elmentünk Szentmisére, utána volt ebéd, utána elhoztuk a menyasszonynak a kelengéjét, mondtuk mi, hogy hazai, utána pedig a menyasszony kontyolása, és miután megvolt a menyasszony kontyolása, tehát asszony lett a lányból, most kezdődik a mulatság. A székelyeknél ez a lakodalom majdnem mindegy forma. Itt a bukovinai székelyek, akik Magyarországon laknak, 5 faluból jöttek, ugye Bukovina 5 falvából, és minden faluban egy kicsit mindig más volt a szokás. Tevelen, amikor volt szintén egy ilyen lakodalmas, akkor ott egy tehén húzta a szekeret, amelyik hozta a kelengét, itt meg egy ló húzta, mert azt mondták, tehát gyűjtöttünk idősebb emberekkel, és azt mondták, hogy hát az Andrásfalvi leány nem volt ám olyan szegény, hogy a szekerét tehén húzta, hanem a ló. Ezért volt itt most a lovas. Tehát mindenütt van egy kevéske különbség, nem sok, de mindenütt van. Vagy a leány megint meghívásába, vagy a kontyolásba. Tehát mindig volt ilyen mókás valami, amit beletettek ebbe, és ezért más, ezért most az Andrásfalvi lakodalmas. Egy takargatócska, nagyon szép takargatócska. Még a férgás elálltak meg, ne! Majdnem új! Elő szépen köszönjük az adott ajándékot, alkalomattán majd visszaszolgálják. Hogyha házasodnátok, nem feltétlenül egymással, akkor választanátok ilyesmit, vagy inkább a modern? Hát én mindenképpen, mert székely vagyok teljesen, mondjuk ő nem, de... És én nagyon szeretem, megtisztelem ezt, hogy így házasodnak össze, és én is magam is így házasodnék. Valami hagyományt muszáj vele vinni, szerintem a túl modern az nekem nem jön be. Meg nagyon tetszik az, hogy ide jött 700-800 ember. A ruhád is hagyományos, itt a szokások is hagyományosak, egyáltalán ezek a hagyományok mennyire fontosak? Az életem. Nekem abszolút. Hát csak ennyi. Kakasd abban a szerencsés helyzetben van, hogy az iskola is mellénk állt, a falu lakossága is mellénk állt, és tehát nekünk van 2-3 utánpótlás csoportunk is. Abban a faluban egy kicsit nehezebb a helyzet, ahol nincs olyan sok gyerek. Nálunk, hál' Istennek, elég sok gyerek van. Megpróbálunk mindenféle szokást januártól decemberig átadni a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy van ennek jövője, és összetart a székely nép. Tehát 2 év múlva 11. székely találkozó Kakasdon.